Sziasztok, én Forzor vagyok, és a mai videóban be fogom mutatni a Rubik kocka kollekciómat. Viszont még előtte, hogyha nem vagy feliratkozva a csatornára, és szeretnél még több ilyen Rubik kockás tartalmokat látni, akkor iratkozz fel. Itt tartom őket amúgy így, ilyen piros-fehér-zöld formációban, ez így szerintem jól néz ki, mindegyik így van itt így fordítva. Hát, és egyenlőre itt csak egy polcon elfér az összes. De akkor menjünk is végig nagyjából úgy egyenként a kockákon. Ja, és a kockáknak egy része, nagyjából a fele az erkocka.hu-ból van, akik ezt a videót is támogatták, és hogyha szeretnél Rubik kockákat venni, és közben a csatornát is szeretnéd támogatni, akkor használd a leírásban lévő linket a vásárláshoz, sőt, hogyha a Forzor kupont használod, akkor 2000 forint kedvezményt is kaphatsz. Kezdjünk a legújabb szerzeményemmel, ezzel az egyszer egyes kockával, amit házilag saját kezüleg készítettem, van is belőle egy videóm, sőt a legtöbb kockámból van egy videóm is. Ez így szép, így valami borzalmas. Nézzük a 2x2-eseket. Itt van először az első 2x2-es kockám, amiből hiányzik egy darab, és úgy használom, úgyhogy az úgy elég fun, bármikor szétesett, és kicsit így nyikorog. Ez volt a legelső 2x2-es kockám, és hát annyira nem tudom ajánlani. Itt van egy jobb 2x2-es, a Kiki-Di. Ez már legalább normálisan tud forogni. És igazából ez a két darab 2x2-es kockám van, nem nagy sok. Nézzünk egy kisebb kockát, ami kisebb, mint a 2x2-esem, viszont 3x3-as, ez egy ilyen kulcstartó volt, azt hiszem. Hát, ja, hát erről sok mindent nem lehet elmondani. Térjünk rá a 3x3-asokra, amiből több van, és kezdjünk a legrosszabbal. Ez a legelső Rubik kockám, ez egy Rubik stúdiós 3x3-as. Enyhén kopott a matrica. Enyhén. Ezt sokat használtam, elég sokáig, viszont leesett, és széttört nagyjából, úgyhogy ez itt már nem tart, próbáltam ide visszaragasztani úgyis, hogy megolvasztom és úgy rakom, de nem maradt meg, úgyhogy ezt nem különösebbképpen lehet mozgatni. És itt van még egy 3x3-as Rubik stúdiós kocka, ez rosszabbul forog, mint az enyém, a régebbi. Ezt a... hát azt nem hiszem, folyamatosan széttöröm a kockákat. Ezt a Mitől lesz gyorsabb a Rubik kocka sorozatomban használtam. Nem valami jó kocka, nem tudom nagyon ajánlani. Itt van egy már jobb kockám, ami van nekem, illetve van az időben még nagyon gyorsnak tűnt. Ez az Y Gualong. És ezt követte nekem, most úgy látszik, hogy ez egy ilyen Rubik kockáim története videó. Ha mindegy, ez a... Mofange, Kiki-Mofange. Ez is egy hatalmas lépés volt innen ide, mivel hogy jobban forgott, és forog is, mint ez. Bár nem olyan jó, mint az újabb kockám, ami van. Egyrészt ezeket egyszerre szereztem. Ez a Kiki Warrior kocka. Sticker lesz, ez is jól forog, de sticker lesz és nem mágneses. Ami a sticker lesz annyira nekem személyesen nem jön be, viszont itt van a Moyu 3x3-as mágneses kockája, ami az egyik, nem, a legjobb kockám, ami van, legjobb 3x3-as kockám. Kommentbe írd le, hogy neked melyik a kedvenc kockád azok közül, amit most jelenleg birtokolsz. Nekem ez a Moyu Meilong 3x3-as, ez nagyon jó forog. És akkor térünk rá a 4x4-esekre, amiből kettő darab van. Egyrészt a régebbi, a Kiki 4x4-es. Ez volt az első 4x4-es kockám, és ezt követte, ez ennek a párja, a Moyu 4x4-es, ugyanúgy mágneses, és ugyanúgy ez is mágneses, viszont ez jobban forog, és kisebb és könnyebb, mint ez. És most térjünk át a különböző kockákra. Egyrészt van egy ilyen Wind Mirror 3x3-as mirror kockám, illetve egy 3x3-as mirror kocka.
sima mirror, ez pedig a Wind Mirror. Mind a kettő elég jó, bár egy idő után meg lehet unni őket. Legalábbis én ezt tapasztaltam. Van itt nekem egy 2x2-es Pyraminx, amit ugyancsak videóban próbáltam meg kiragni. Több-kevesebb, nem, inkább kevesebb sikerrel. Illetve egy Rubik kígyó, ami most egy ilyen telefontartó formában van. Erről is van egy videóm, ez egy elég jó kis telefontartó. Szoktam is néha használni. És végül pedig van egy ilyen kocka játékom. Ezt az a lényeg, hogy ezt a kockát kell belőle megcsinálni. Igazából ez addig izgalmas, legalábbis szerintem, ameddig még nem tudod, hogy hogy kell kirakni, és megpróbálsz rájönni, vagy hogyha másoknak mutatod, és őket nézed, hogy ők nem tudnak rájönni. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, hogyha tetszett neked, akkor nyomj rá egy lájkot, és tényleg, hogyha még nem vagy feliratkozva, de szeretnél több ilyen Rubik kockás videót látni, akkor iratkozz fel. És majd akkor találkozunk a legközelebbi videómban. Sziasztok!